Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Zöldváros program Szekszárdon javában zajlanak a munkálatok. Két autó ütközött a 6-os számú főúton, többen súlyosan megsérültek. Alkotóház Mözsön már évek óta húzódik a projekt. Könnyen hőgutát kaphatnak az állatok, a kánikula veszélyeire hívják fel a figyelmet a szakemberek. Javában zajlanak a munkálatok a Zöldváros program keretében Szekszárdon. A héten bontani kezdtek a szakemberek, a kivitelező és az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is legyenek türelemmel. Ne menjenek a kordonokon belülre, mert az baleset veszélyes, és az ott dolgozókat is akadályozza. A szekszárdiak nem sokára teljesen új és modern kivitelezésű területeket vehetnek igénybe a város központjában. Ehhez viszont most türelemmel és odafigyeléssel kell lenni a lezárásoknál, a kivitelezők újfent kérik a lakosságot, tartsák be ezeket az előírásokat és kerüljék el a kordonnal lezárt területeket. Arra kérünk mindenkit egy-két dologtól eltekintve, hogy a munkaterületek lekorlátozása lehet, hogy egy kicsit hosszabb megközelítési lehetőséget biztosít, de ne menjünk be a munkaterületekre, mert a munkaterületen komoly munkák zajlanak, és a gépkezelőknek ne kelljen még plusz ezekre a dolgokra figyelni, az ütemes munkavégzés és a baleset elkerülése érdekében. A munkaterületeken több részletben körülbelül 80-an dolgoznak minden nap, hogy a tervezett időre elkészüljenek a projekttel. Terveknek megfelelően haladunk, az időjárás az nagyon jó volt a héten, úgyhogy meg látványosan is lehet látni, akik ezeket a munkaterületeket felkeresik, hogy komoly munkálatok folynak, és bízunk benne, hogy a kivitelező tájékoztatása alapján a jövő héten már az építési szakasz megkezdődik, gyakorlatilag a kijelölés és a szegélyezés után majd idővel gondolom a térkövezés is. Több mint 15 teherautó hordja folyamatosan a törmelékeket, így a tervek szerint jövő héten már a beépítés kezdődik majd el. A Prométheusz parkba kerülnek vissza egyedül a régi burkolatok, minden más helyszínen új térkövet raknak le a szakemberek. Egy felmérés szerint több cégnél volt fizetésemelés, mint amennyinél az évelején tervezték. Az idén januárban 10-ből 6 vállalat kalkulált bérfejlesztéssel az idei évre, átlagosan 12,2%-kal. Ugyanakkor az első fél év során 76%-nál már megtörtént. És ez a szám még emelkedhet, mert a munkaadók több mint fele jelezte, hogy évvégéig lehet emelés. A kutatás szerint a válaszadók 3/4-énél már emeltek idén a munkavállalói béreken, 67%-nál egy alkalommal, míg 9%-nál többször is. Ez az arány meghaladja az évelei terveket. Januárban a cégek 62%-a nyilatkozta, hogy számolnak az idei fizetésemelésekkel. Azokon a munkahelyeken, ahol idén már volt béremelés, a leggyakrabban maximum 10%-ot növeltek, de 3%-nál a 20%-ot is meghaladta ennek mértéke. Vannak olyan vállalatok, ahol egy második körös bérfejlesztéssel is számolnak még idén. Két autó karambolózott a 6-os számú főúton néhány napja Bonyhád térségében, négyen súlyosan, a vétkes sofőr pedig életveszélyesen megsérült az ütközésben. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. A rendőrség felvételein is jól látható, hogy szinte teljesen összetört az a két autó, amelyek a 6-os számú főúton Bonyhád térségében ütköztek össze néhány napja. Kettő személygépkocsi ütközött a 6-os számú főút 152-es kilométer szelvénye közelében. Egy Alfa Romeo vezetője Bonyhád térségeiből Szekszárd felé közlekedett, amikor az ideig ismeretlen okból áttért a szembe lévő forgalmi sávba, ahol neki szemben szabályosan haladt egy Opel típusú személygépkocsi. Az autók szerencsére nem frontálisan ütköztek, hanem mindkét kocsiból eleje ért össze. A balesetben 5-en sérültek meg, vannak, akik súlyosan. Az Alfa Romeo-ban 4-en utaztak, 3 tolnai és egy fácánkerti férfi, mind a 4-en súlyos sérüléseket szenvedtek, a jármű vezetője súlyos életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Az autóban hátulutazó két személy a biztonsági övét nem használta.
Szembe szabályosan közlekedő Opel vezetője, egy 100 fári férfi, szintén súlyosan sérült meg a balesetben. Az eset körülményeit a Bonyhádi rendőrkapitányságon vizsgálják, ahol közúti baleset gondotlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást. Az ukrán-magyar határszakaszon 7320-an léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-magyar határon érkezők közül pedig 7211-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából jöttek, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken. A beléptetettek közül a rendőrség 118 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Az országban többfelé aszály van, a kukoricának bőséges csapadékra lenne szüksége, a szemek képződéséhez, majd növekedéséhez, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat agrometeorológiai elemzésében. Közölték, az elmúlt 8-10 napban igen meleg volt az idő, néhol heves zivatarokkal, de az ország nagy részén kevesebb csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál. Az elmúlt 30 nap csapadék összege nagy területen mutat 20-50 mm hiányt. Rövid megszakításokkal két hete tart a hőség, többfelé éjszakánként sem hűlt 20 Celsius fok alá a levegő. Az elemzés szerint a repce és az árpa betakarítása már a legtöbb helyen befejeződött. A búza aratása javában zajlik, a meleg száraz napokon jól lehetett haladni a munkákkal. A kukorica és a napraforgó a legtöbb helyen szépen fejlett, a kukorica címerhányás állapotában van, a napraforgó pedig virágzik. Egy alkotóház létrehozására pályázik a tolnai és a német nemzetiségi önkormányzat. A mözsi ingatlan felújítása már évek óta húzódik. A cél, hogy végre legyen egy hely, ahol a nemzetiségnek programokat lehet szervezni. A német nemzetiségi és a tolnai önkormányzat ennek a mözsi ingatlannak a felújításába 2020-ban kezdett bele. A pályázatokkal és az önkormányzat segítségével még ugyan nem sikerült teljesen elvégezni a felújítást, de kitartóan dolgoznak a megvalósításon. Minden lehetőséget szeretnének megragadni, hogy végre használható legyen az épület. A teljesen romos ingatlannal már így is nagy haladást értek el. 2020-ban mi elkezdtünk pályázni a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez. Ami a Schwabságra jellemző, mi nagyon gyorsan szerettünk volna szorgalmasan célt érni, de hát sajnos az anyagi helyzet ezt nem tette lehetővé, és a pályázatainkat se úgy értékelték, ahogy mi azt szerettük volna, tehát mindig csak a felét kaptuk meg annak, amit pályáztunk. De egymást követő két évben is kaptunk támogatást, így a két lépcsőben a nyílászárókat tudtuk kicserélni. Minden nyílászáró az eredeti Schwabnak a mintája, hogy az épület teljesen megőrizhesse jellegét. Noha a felújítás elhúzódik a szűkös anyagi lehetőségek miatt, de a kivitelezők elszántak a céluk megvalósításáért. Kell Mözsön egy újabb közösségi tér, amit valóban a közösség tud használni. Kell egy olyan helység a német nemzetiségi hagyományok őrzéséhez, ahol valóban meg tudjuk jelenni. Van Keltkalács fesztivál, vannak fúvós programok, vannak fesztiválok, de kell egy épület, ahol valóban, a maga valójában a német hagyományokat meg lehet jeleníteni. Mivel az üres épület adott volt, egyértelmű volt számukra, hogy mire tudnák azt használni. Ezért újabb pályázatot nyújtanak most be egy alkotóház létrehozására. A 100 millió forintos támogatásból így már sikeresen megvalósíthatnák terveiket. Az elkészült házban pedig minden programot meg tudnak majd tartani a kisebbségnek. De az udvarra még egy játszóteret is terveznek, amit a gyerekek bármikor használhatnak majd. Az egész országban extrém a helyzet, leginkább a csalánfélék és a pázsitfűfélék pollenjei okoznak gondot. Rengeteg allergiás szenved kellemetlen, gyötrő tünetektől ebben az időszakban. Szakértők ezért azt javasolják, hogy ha valaki allergiához hasonló tüneteket észlel magán, mindenképpen forduljon orvoshoz. A Budai Allergia Központ allergológusa és klinikai immunológusa Nekám Kristóf is azt hangsúlyozza, érdemes már az első tünetek megjelenésekor orvoshoz fordulni. Kiemelte, a gyógyszertárban kapható készítmények csak a tünetek csökkentésére valók, a problémát nem szüntetik meg. Budapest és környéke kivételével az egész országban vörös figyelmeztetés van érvényben a levegőben terjedő pollenek miatt.
A pázsit fűfélék közepes, míg az allergén gombák spóra száma országszerte nagyon magas szintet érhet el. Az idei évre lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által tavaly útjára indított természetlesen adatgyűjtő program tavaszi természetles akciója, amelybe április elejétől június végéig nem csak a környezetünkben élő madarak, de a kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyeléseit is feltölthette a lakosság. Az MME közleménye szerint a tavaszi természetles célja, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket is segítő közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe. Mint írják, az eredmények szerint több mint 500 település kertjeiben és parkjaiban zajlottak a megfigyelések. Az adatbázisba 1021 felhasználó töltötte fel adatait 1749 helyszínről. Többségében kisebb kertekben zajlottak a megfigyelések, közel 19 ezer megfigyelés érkezett 203 fajról. Természetesen legnagyobb számban a madarak szerepeltek a listákon, a három leggyakoribb faj a fekete rigó, a széncinege és a házi rozsdafarkú volt. Gyors lihegés, vörös nyelv és íny szédelgés, koordinálatlan mozgás, a hőguta néhány tünete az állatoknál. A kánikula rendkívül megviseli a kedvenceket, sokat tehetnek a gazdák, hogy megelőzzék a bajt. Többek között fontos, hogy biztosítsanak árnyékot az állat számára, és mindig legyen friss víz előtte. Továbbá a sétáltatásra mindenképpen a hajnali, illetve az esti órákban kell sort keríteni, és semmi esetre se hagyják kedvenceiket az autóban, még lehúzott ablaknál se. Tűző napsugarak, kevés árnyék, forró levegő. Nem csak az embereket, a házi kedvenceket is megviseli a nagy hőség. De mit is tehetnek a gazdák azért, hogy megelőzzék azt, hogy az állat hőgutát kapjon? Dr. Tolnai Kata, szekszárdi állatorvos azt mondja, csak annyit tegyen az ember, mint amit ő magáért is megtenne. Tehát fontos a folyadékpótlás, folyamatosan legyen friss víz az állat közelében, nem elég az sem, hogy az udvaron a tűző napon áll egy kutyaol, hiszen az felforrósodik. Mindenképpen árnyékba, ha légkondicionált a ház, lakás, akkor én azt gondolom, hogy meghálálja a kutya, hogyha be van engedve a hűvös előszobába, mert könnyen ők is hőgutát tudnak kapni. A kutyák, macskák ráadásul nem is tudnak izzadni, csak lihegéssel, illetve a talpárnájukon egy picit tudnak izzadni, nem jelentős, tehát a lihegés, amivel ők tudnak párologtatni és hőt leadni. Onnan ismerik fel, hogy már megtörtént a baj, hogy az állat gyorsan liheg, elfekszik, esetleg zavartan viselkedik, öklendezik, vagy már hány. Ilyenkor mindenképpen azonnal megkezdeni a hűtést, hűvös helyre vinni, vízzel lelocsolni, vagy egy jó hideg vízzel átnedvesített törölközővel, lepedővel burkolni, és azt a törölközőt gyakran cserélni kell rajta, és állatorvoshoz kell vinni, mert ez orvosi segítséget igényel. Az állatorvos azt tanácsolja, hogy a sétáltatásra mindenképpen a hajnali, illetve az esti órákban kell sort keríteni. A kutya tappancsa nagyon érzékeny testrész, ezért kifejezetten sérülékenyé válik a nyári forróságban. Néhány perc alatt súlyos égés szenvedhet az állat a homokban vagy a betonon. Regionális híreink következnek. Útfelbontások borzolják a közlekedők idegeit Pécsen, a képviselő szerint a turistákat is elijesztik így. Malacfarok, kurtítás, ketreces tartás, hűtés a melegben, állatjóléti felelős képzés Pécsen. Segítik a kisközösségek mindennapjait, falu és tanya gondokokat képeztek Pécsen. Roham tempóban bontják az utakat Pécsen, a város minden részén felújításokkal találkoznak a közlekedők. A munkálatok megnehezítik a közlekedést, feszültséget okoznak, mondja az önkormányzati képviselő. Véleménye szerint a turistákat elriasztja a közlekedési káosz. Lezárt sávok, útfelbontások, közműfelújítások Pécset, a közlekedők szinte minden város részben ezzel találkoznak. A munkálatok következménye torlódás, megnövekedett menetidő, feszültség az autósok között. A Mária utcában például a Szent Mór utcánál teljes szélességében lezárták az utat. Itt két irányban haladhatnak az autósok, de ez nehézséget jelent, mint ahogy az jól látszik az itt készített interjúnk hátterében is. Önmagában az, hogy a város közútjai valamelyik
valamelyest javulni tudnak, ez azért azt gondolom, hogy egy jó dolog. Az, hogy ezt így ütemezték, hogy a nyáron aztán most mindent egyszerre, és hogy nincs benne egy rendszer, egy logika, ez viszont alaposan felborítja a városnak a közlekedése, gyakorlatilag egy katasztrófa, egy káosz most Pécsen a bárhova eljutni A-ból B pontba. Ugye ez már gyakorlatilag tavasz óta, amióta elkezdődött a Szigeti útnak a felújítása, azóta érzékelhető volt. Most erre rátettek Péterfi Attiláék még egy lapáttal. Egy kicsit kampányszaga, kampányíze van ennek a felújítási nagy hajrának. A képviselő szerint kérdéses, hogy milyen minőségű lesz így a munka. De azt gondoljuk, hogy önmagában az, hogy ezek megvalósulnak, ezek a fejlesztések azok jók, viszont kérdéses az, hogy most, hogy így nagyon kapkodva, nagyon sürgősen és nagyon gyors tempóban próbálnak meg mindent egyszerre megvalósítani, ez a felújításoknak a minőségét mennyiben fogja befolyásolni. Én nem lennék meglepődve annak, hogyha ősz végén, tél elején újból fel kéne bontani ezeket az utakat, és néhány helyen toldozni, foldozni kéne, mert most aztán olyan kapkodással zajlanak ezek a felújítások, amik azt gondolom, hogy rányomják a bélyegüket a munkának az eredményére és minőségére. Barkóczi Csaba szerint az idegenforgalomnak nem tesz jót ez a helyzet. Az pedig, hogy a forgalom gyakorlatilag a torlódások elviselhetetlenek lettek a városban, ezt most már mindenki érzi, de mondjuk hozzá kell tenni, hogy érthető az a logika, hogy az iskola szezonban ezt nem akarták fölvállalni, ellenben az, hogy a turisztikai szezont meg teljesen tönkre vágják, ez meg azt gondolom, hogy azért az idén-nyáron Pécsre látogatókból nem fog egy jó benyomást kelteni. A munkálatokról, a kialakult pécsi közlekedési helyzetről megkérdezzük az önkormányzatot is, így az ő véleményükkel folytatjuk a témában készült riportunkat. A kurtafarkú kismalac kifejezés a népmesékből ismerős sokaknak. Valójában egy bevett gyakorlata a sertéstartóknál az újszülött állatok csonkítása. Ezt több európai országban is alkalmazzák, pedig az EU állatjóléti szakemberei szerint felesleges. Tartsuk úgy haszonállatainkat, hogy ne okozzunk fölösleges szenvedést nekik, ez a mostani állatjóléti szabályozás lényege. A megfelelő körülmények kialakításáért az Unió támogatást ad az állattartóknak, cserébe szakembereket kell alkalmazniuk. Kocka kismalacaival az egyik hazai sertéstelepen az újszülöttek élete úgy kezdődik, hogy a farkukat megkurtítják. A mostani gyakorlat nagy részben úgy működik, hogy apáról fiúra szálló hagyomány alapján a megszülető kismalacoknak 7 napos kor alatt levágják a farkát, úgy, hogy senki nincs meggyőződve arról, hogyha nem vágnak le a farkát, akkor se jönne meg a farok rágás. Tehát most mindenképpen azt szeretnénk az ellenőrzések során nyomatékosítani és kérni a termelőket, hogy próbálják meg a farok kurtítást nem alkalmazni. Mondja az állatjóléti szakember, mi az európai szabályozási cél, vagyis a kialakult gyakorlat megváltoztatása az uniós országokban. A farok harabdálásra az ingerszegény, rossz tartási és táplálási körülmények között élő sertések hajlamosak. A szakemberek szerint az okot kell megszüntetni. Ehhez szükséges az a szemléletváltás, amelyet az állatjóléti felelős képzésen adnak át, mondta a Nébik szakembere Pécsett. Mindent meg kell adni ennek érdekében, hogy a kötött intenzív tartás során is a jó gazda gondosságával tudjunk eljárni, és a szükségtelen szenvedéstől, fájdalomtól meg tudjuk kímélni az állatokat. És ezúttal is szeretném azt elmondani, hogy nagyon fontos, hogy nem csak a jogszabályok szigora, meg a hatósági ellenőrzések szigora, hanem a szemléletformálás, a vonatkozó információk átadása is nagyon fontos, és ezért is szerepel a nemzeti jogszabályunkban, hogy az ilyen gazdasági állatokat tartó, haszonállattartó telepeken állatjóléti felelőst kell alkalmazni. A jogszabályi feltételek betartása szükséges az állatjóléti támogatások megpályázásához. Az állattartó telepen nem dolgozik ilyen végzettségű munkavállaló, akkor nincs esély a pénzre. Azzal szembesültünk, hogy az új Európai Uniós támogatási időszak elindításakor nem minden állattartó rendelkezett ilyen típusú végzettséggel ahhoz, hogy többlet támogatásokat tudjanak lehívni. Ezért megkerestük a Nébiket, és az országos szinten egyedülálló módon és eddig egyetlen kormányhivatalként 3 megyére kiterjedően meghirdettük a képzést. A gazdaság méretétől függ, hogy kell-e alkalmazni állatjóléti szakembert.
500 állategységnél nagyobb állattartó telepen, ez ilyen közepes gazdaságtól felfelé kell ezt elképzelnünk, ott kötelező ilyen típusú kollégát alkalmazni, akinek ilyen típusú végzettsége van. A mai képzésen meg fogják tanulni, meg meghallják azt, hogy a jogszabályoknak megfelelően milyen típusú állat jóléti berendezésekkel, adminisztrációval kell rendelkezniük, mit kell működtetniük, és ezt mi, mint hatóság, természetesen járási szinten működő élelmiszerlánc biztonsági hatóság, ezeket folyamatosan ellenőrizni fogjuk. Ellenőrzik például, hogy egy négyzetméterre vetítve hány állat jut egy telepen, vagy éppen alkalmaznak-e hűtést a forróságban. A pécsi képzésre több mint 110 jelentkeztek Baranya, Somogy és Tolna vármegyékből. Falvak, tanyák mindennapi életében játszanak fontos szerepet a falugondnokok, a helyi közösség összetartásában, ügyeik intézésében, az emberek szállításában vesznek részt. Képzésüket a vármegyei önkormányzatok szervezik, Baranyában a Pécsi Egyetemmel együttműködve. A napokban a frissen végzett szakemberek vehették át okleveleiket. Okleveleiket vették át csütörtökön a frissen végzett falu és tanyagondnokok a Pécsi Egyetemen. Bóka Zsombor azt mondja, egy nehéz, de szép szolgálat az ő munkájuk. Az az igazán jó munka, és nem is szabadon a mást végezni, amit az ember szeretettel tud végezni, mert ez biztosítja azt számunkra, és ez egy nagyon jó tapasztalat, hogy nem felörlődünk a munkában, hanem feltöltődünk, mert bár úgy megyünk oda, hogy mi segítünk, de aztán a végén úgy jövünk el, hogy több ajándékot kaptunk az emberektől, mint amennyit mi tudtunk adni. Salamon Molnár Dóra is munkatapasztalatokkal érkezett a képzésre. Én már egy éve dolgozom, mint falugondnok. A főnököm beiskolázása után kerültem Pécsre. Nagyon jó tapasztalatokat tudtunk itt szerezni, hisz úgymond barátságok alakultak ki köztünk. Reméljük, hogy ez meg is marad. Hát nagyon szeretnénk, hogyha az itteni megszerzett tudásunkkal a településen a közösségi életet tudnánk javítani, összefogni a fiatalságot, ugyanúgy az időseket, és fejlődni a munkánkban, mennyire lehetséges. Évekkel ezelőtt döntött a kormányzat, hogy a vármegyei önkormányzatok koordinálják a falu és tanyagondnokok képzését, mondta az átadón Őri László. Ez jó döntés volt a politikus szerint, mert így helyben az adott körülményekhez igazítva kaphatnak ismeretanyagot a végzettek. Baranya vármegyei önkormányzat évek óta stratégiai partneri viszonyt tart fenn a Pécsi Tudományegyetemmel, ezért is most már az idejében második évben a Pécsi Tudományegyetem szakértőivel közösen szervezzük meg ezt a képzést. Az idei évben nem csak a Baranya vármegyében, de a szomszédos Somogy vármegyében jelentkező tanulóknak is biztosítottuk a képzés lehetőségét. Az volt a cél a képzéssel, hogy olyan használható tudást adjunk ezeknek az embereknek, akik a mindennapok során majd tudják segíteni Baranya legkisebb településein is, elsősorban az idős, nehéz körülmények között élő honfitársainkat a mindennapos teendőknek az ellátásában. A Baranya vármegyei önkormányzat elnöke külön kéréssel fordult a falugondnokokhoz. Legyenek egyfajta értékőrök is megyeszerte, hiszen ők ott vannak a települési közösségekben, látják, hogy milyen értékei vannak egy-egy közösségnek, ők is tudnak abban segíteni, hogy ezeket az értékeket megőrizzük az utókornak, hogy láthatóvá tegyük, hogy nagyon bízom benne, hogy a helyi értékmentés és az értékőrzés fontos missziójának is meg tudtuk nyerni a képzés során a falu és tanyagondnokokat, és remélem, hogy Baranya szerte számos érték megőrzésében rájuk is számíthatunk, és az ő munkájuknak is köszönhetően majd a települési értéktárakba és akár a vármegyei értéktárakba is bekerülhetnek új, most még nem lajstromba vett értékek is. A falu és tanyagondnokok a helyi közösségekben, a mindennapi ügyintézésben, szállításban, közétkeztetésben segítenek, illetve a hivatalos ügyek intézésében. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Zöldváros program Szekszárdon javában zajlanak a munkálatok. Két autó ütközött a 6-os számú főúton, többen súlyosan megsérültek. Alkotóház Mözsön már évek óta húzódik a projekt. Könnyen hőgutát kaphatnak az állatok, a kánikula veszélyeire hívják fel a figyelmet a szakemberek.
Szombaton alapvetően felhős idő a valószínűbb időszakosabb napsütéssel. Eső elsősorban a délután folyamán alakulhat ki. A keleti országrészben túlnyomó részt változóan napos felhős idő a valószínűbb. Késő estére előre láthatólag nagyrészt lenyugszik a légkör, kitisztul az ég. Éjszaka országszerte derült, felhőtlen égbolt várható. Vasárnapra front mögötti tiszta, napsütéses időjárás körvonalazódik. Hétfőn ciklon érkezhet a térségbe. A nap nagy részében még a meleg front és az azzal érkező füllet meleg levegő határozza meg várhatóan az időjárást. Napsütés, fokozódó kánikula ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!